Nos hát, ahogy ígértem, akkor szétnézünk egy kicsit a Móricz Zsigmond könyvtár házatáján. Hát elég hideg van még azért odakin. Nekem teljesen gyerekkoromtól, amikor rápillantok a könyvtár épületére, akkor mindig az a kuckós, meleg, olyan nagyon jó beülni, és akár egy újságot levenni, és bekucorodni valahová, vagy figyelni a többi embert, és elképzelni, hogy ők vajon mit csinálnak, mit tanulnak. Ugye nyilván más volt az én fiatal korom, mert mi még tanulni jártunk a könyvtárba, hiszen nem volt általában senkinek otthon internet hozzáférése, és semmi, úgyhogy muszáj volt elbandukolni, kivenni a kötelező dolgokat, és ott készülni. Egy picit megváltozott gondolat. Ma már a könyvtárba járás is szokás, hogy vannak, akik még ott tanulnak? Te hogy látod? Megmaradtak még a hagyományos funkciói, tehát van lehetőség a helyben olvasásra, a helyben tanulásra, illetve kutatásra. Természetesen, hogy a digitális világ magával hozza, hogy otthonról, távolról szeretjük elérni azonnal a dolgokat, mindent a legkülönbözőbb formában letölteni. A könyvtárunk erre is lehetőséget biztosít, hiszen távhasználat keretében katalógusainkat, adatbázisainkat, digitális tartalmainkat is el tudják érni, de még mindig a kölcsönzés, a hagyományos dokumentumok kölcsönzése a legnépszerűbb, illetve a helyben használat, tehát a látogatók szeretnek úgymond kuckósan ebbe a kicsit hideg februárba leülni, olvasgatni, elsősorban folyóiratokat, napilapokat, és természetesen szeretnek járni színes programjainkra is. Igen, talán az van, hogy ott biztos, hogyha ott ülsz le, akkor nem fog a gyereked nyivákolni, nem tudom, nem csörög a telefon, nem kell kiszaladni, megkavarni a kaját, tehát ha rászánsz mondjuk 2 órát arra, hogy ott olvas valamit, akkor az egy valóban feltöltő, pihentető elfoglaltság. Nos, hát a kulturális programok ugye pedig tényleg olyanok, amire muszáj elmenni, és ott lehet nagyon sok újdonsággal szembesülni. Lassan itt a tavasz, úgyhogy már gondolom színesednek ezek az elképzelések. Mi mindent tudsz ajánlani? Persze gondolom, hogy minden nem, mert hogy iszonyúan nagy a kínálat. Így van, rengeteg programunk van, minden célcsoportnak igyekszünk rendezvényeket szervezni, a legkisebbektől kezdve a idősebbekig. Tehát február 14-én van a Nemzetközi Könyvajándéknap. Ez egy nagyon fontos nap a Valentin nap mellett, a Bálint nap mellett. Ebből a nap apropójából ezen a napon 9-től 18 óráig a gyerekkönyvtárunkba várjuk azokat az olvasókat, látogatókat, akiknek van lehetőségük egy új vagy újszerű könyvet ajándékozni, könyvtárunkba megtehetik, és mi ezt rászoruló gyerekeknek, hátrányos helyzetű gyerekeknek, szervezeteknek juttatjuk el, hiszen a könyvtárunk alapvető célja az olvasóvá nevelés és a könyvtárhasználóvá nevelés, és nem csak, hogy járjanak a gyerekek könyvtárban, de hogy legyen otthon is mesekönyv, és legyen, aki elolvassa a meséket ezeknek a gyerekeknek. De hogy a trendet is kövessük, Valentin nap alkalmából Vakrandisz egy könyvvel című programot indítunk ezen a napon, szintén 9-től 18 óráig, így a kölcsönző pultba, a felnőtt kölcsönző résznél becsomagolt könyvvel rendezvúzhatnak az olvasók. Be van csomagolva, tehát nem látják, láthatatlan a könyv. Kis információt fogunk elárulni róla, hogy esetleg férfinak való, nőnek való, milyen témakör, romantikus, krimi, bestseller, stb. És aki bátor, és vállalja ezt a rendezvút, választ egy ilyen dokumentumot, könyvet, azt pedig még meg is fogjuk jutalmazni, és hazaviszi, kicsomagolja, és remélhetőleg az igazit vitte haza, ha nem, akkor majd legközelebb jön és kölcsönöz újra. Akkor van miért visszamenni, hogyha esetleg nem talál, de ez biztos érdekes, mert aki hisz a sorsszerűségben, lehet, hogy egy olyan könyvre bukkan, amit ő maga nem választott volna ki soha, és mégis esetleg életének egyik meghatározó irodalmi kalandja lesz. Pont majd ez a célunk ezzel, igen. És lesznek-e előadások, író-olvasó találkozók? Tényleg nagyon fogy az időnk, úgyhogy talán csak a legizgalmasabb programokat. Igen, természetesen közönség találkozók, író-olvasó találkozók folyamatosan vannak. Kicsit puskáznom kell.
szintén még február 14-én Karjában ringat az erdő című természetvédelmi irodalmi pályázat albuma kiállítással egybekötött könyvbemutató lesz a Debreceni Nagy Erdőért Egyesülettel közösen szervezésbe, és vendégünk Marincsák Ibolya, az Egyesület elnöke lesz majd. Vendégünk lesz Vég Attila, József Attila díjas költő, a Rejtőzködő Természet című filmjét fogjuk levetíteni. Hát szerintem a könyvtár honlapján érdemes egy kicsit kutakodni, vagy aki sétál, jön, megy, az mindenképpen nézzen be, és ott a kollégáit gondolom, hogy mindenféle tájékoztatást adnak programokról, illetve a következő akciókról. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy ezen a bizonyos walkrandin nagyon sokan lesznek majd, és tényleg kellemes élményeket szereznek. Így van, köszönöm szépen.